Az elmúlt évben 97 különböző madárfajt gyógykezeltek a Sokorói Vadmadárkórházban, több mint 1000 madár érkezett be kezelésre, egy részük fióka volt. Több mint 600 madarat sikerült közülük visszaengedni, mondta el a 2022-es évről Horváth Hella önkéntes. Ebben az évben, 2022-ben rendkívül magas volt az elmúlt időszak, az elmúlt 25 év legszebb számait tudtuk produkálni, közel 60%-okat tudtuk visszaengedni. Ami nagyon érdekes volt, hogy ez a műtétek éve volt, mert soha ennyi csontsebészeti műtétes beavatkozásra még nem volt szükség, mint ebben az évben, és amire nagyon büszkék lehetünk doktor úr szakmai tudását, ami a legjobban dicséri, hogy ezeknek a madaraknak a jelentős része felépült és visszatérhetett a természetbe. Horváth Hella hozzátette, a sérült madarak jellemzően autóbalesetet szenvedtek, vagy légvezetéknek repültek. A műtéteknek köszönhetően törött lábú vagy szárnyú fiókák, fecskék, cinkék váltak alkalmassá az önálló életre. Az elmúlt évben 25 előadást tartottak a gyerekeknek, átadva az üzenetet, amely a madármentés lélekmentés. Berkényi Tamás, a Vadmadár Kórház vezetője elmondta, a nehéz gazdasági helyzet miatt a költségek lefaragása vált szükségessé, emiatt idén változik a kórház feladatköre. Olyan döntéseket hoztunk a 23-as évre, ami bár fájó, de kényszerű intézkedés lesz. Muszáj lecsökkentenünk a fenntartási üzemeltetési költségeinket, ezért a tervünk az, hogy a madármentésről, ami az elejétől egészen a szabadon engedésig felvállalja az egész folyamatát, a madármentésnek a behozatal, a gondozás, az ápolás, a fiókáknak az etetése, a fiókák naponta ezerszeri etetése, itatása, ezeket fel kell adnunk, és a jövőben a Vadmadár Kórház kizárólag a madarak gyógyítására, tehát az állatorvosi tevékenységre fog fókuszálni. Berkényi Tamás hozzátette, mivel a madarak ellátása, a kezelések és műtétek nem lehetnek bizonytalanok, folytatják az Ezrek a Vadmadár Kórházért támogatói programot. Továbbra is keresik azokat a magánembereket, cégeket, akik támogatják a madarak gyógyítását. Aki segíteni szeretné a kórház működését, a fent látható számlaszámon megteheti.